Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ezen a napon, immáron 11. alkalommal rendezzük meg Székesfehérváron a Szent István Művelődési Házban azt az adventi jótékonysági estét, amelynek alapvetése és célja, hogy határon túli magyar barátainkat, közösségeket segítsen. Ebben az esztendőben a Kárpátaljai Református Egyházkerület idősek otthona, illetve a Leó otthon családok átmeneti otthona javára rendezik ezt a jótékonysági estet. Rangos szereplőkkel, ahogy az elmúlt esztendőben idén is kitettek magukért a szervezők, kivonatosan a teljességigény nélkül közreműködnek Miklós Erika Kossuth díjas operaénekes, Császár Angéla Jászai Mari díjas színművész, a Boncsér Bordás énekművész pár, Vox Mirabilis lesz Ciszter kórus, Talentum Református Iskola énekkara, és vendégeim is természetesen ezen az estén lépnek fel, mégpedig Enyedi Tamás, tisztelettel köszöntelek, Salamon Soma és Enyedi Ágnes, szervusztok. Ez egy nagyszerű formáció, és azt hiszem, hogy méltó ahhoz az elvhez és a gyakorlathoz, amit annak idején így fogalmazott meg Spányanta megyés püspök tavaly. Azt gondolom, ilyenkor, amikor szeretetet nyújtunk egymásnak, jó tanulni a betlehemi családtól, attól a családtól, amelynek tagjai önzetlenül tudnak jót tenni, tudnak egymásra figyelni. Így adódik, hogy mi is ökumenikus összefogással önzetlenül próbálunk jót tenni határon túli magyar testvéreinkkel. Talán nem is az a legfontosabb, hogy mit tudunk adni, hanem hogy érezhetik szeretetünket. Ez így van rendjén. Tavaly ugye a Bácskosút falvai napsugáróvoda részesült a támogatásból, illetve a református egyházközség. A közösség idén pedig kárpátaljai barátainké lesz az est bevétele. Nos, akkor kezdjük az indítatásnál. Ez egy híres formáció a tiétek, rangos formáció, mégpedig azt hiszem, amikor a népművészet ifjú mesterét, a junior prima díjast kérdezem, a cimbal most a furulyást és az énekest, akkor nagyon fontos, hogy hogy találtatok ti egymásra, mert hogy az indítatás az fontos, ha belülről fakad. Hát nagyon fontos az, hogy családi szálak kötnek össze bennünket, most már mind a hármunkat, Tamással testvérek vagyunk, Somával pedig most már házas pár, úgyhogy természetesen ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mi így testvérként, párként nagyon jól tudunk együtt működni, együtt zenélni, együtt muzsikálni. Természetesen Somával a közös munkánk azért már sok évvel ezelőtt elkezdődött különböző más formációkban is. Tamással is nagyon sokat, nagyon régóta zenélünk együtt. Hát itt Székesfehérváron indult mindkettőnknek a zenei pályafutása, itt a Fehérvári Zeneiskolában, a Bakony Népzenei Együttesben tanultunk muzsikálni, tanultuk meg az együttzenélés tapasztalatait, úgyhogy innen indul, Fehérvárról indul a pályafutásunk. A hangszerválasztás rendkívül fontos egy fiatal számára. Kezdjük Tamással. Eljutottál a címbalomig. Ugye ez egy gyönyörűséges, szép hangszer, népi hangszerről beszélünk. Hogyan lesz valaki címbalmos ma Magyarországon, a 21. században? Szerintem, ahogy én választottam a címbalmot, úgy kevesen. Magyarországon nagyon sok roma címbalmos van, akik családilag örökölték ezt a hivatást. Én pedig úgy találkoztam a címbalommal, hogy Petrovics Tamás régi kalamajkás címbalmos, ő itt tanított a zeneiskolába, és nagyon sok tanítványa volt, akik még mai napig muzsikálnak, zenélnek, és az egyik szintén fehérvári címbalmos, Szabó Dániel, ő is hozzájár címbalmozni, és miközben édesanyám a Tóparti gimnáziumban tanított, és a Szabó Dani, ő tanítványa volt, angolból, magyarból tanította, és tudtam, hogy a Dani nagyon ügyes, okos fiú, táncol, népi énekel, címbalmozik, és akkor ekkor már felfigyeltem erre a hangszerre, és jó tanulmány eredményei mellett figyeltem, hogy hát ez a fiú milyen más hangszert is nagyon magas szinten művel. Tehát már innen is kedvet kaptam, hogy zenéljek, illetve
Ági meg hegedülni kezdett el, és én is minden áron a zeneiskolában végig akartam nézni a hangszereket, a cimbalmat már rögtön felismertem, hát a Szabó Dani is cimbalmozik, úgyhogy Tamás bácsival hamar közös hullámhozra kerültünk, és rögtön a cimbalmot választottam. Soma, te utad valamilyen értelemben eleve elrendelés, hiszen népzenész, néptáncos családból jöttél, de mégiscsak furcsa, hogy valaki, aki négy esztendősen már zongorázik, majd a kiemelt tehetségek közé tartozik, ugye zongoraművészként is fényes pálya állhatott volna előtted, ha úgy tetszik, legalábbis kívülállóként mondom, hogy egyik pillanatról másikra hangszert váltottál, és beleszerelmesedtél a furujába. Az a helyzet, hogy ha valóban a klasszikus zenei pályán indultam el, illetve indítottak el az elején engem, de azért azt ne felejtsük el, hogy azért engem alapvetően a népzene determinált, mivel hogy az előbb hallottuk, tehát a népzenész családba való beleszületés, ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy nekem az alapértelmezett állapotom az, hogy népzenét hallgatok, néptánc előadásokat nézem édesapámat, ahogy néptáncsoportokat kísér, táncazokat muzsikál, és valahogy nekem mindig is az volt a legerősebb kötődésem. Ráadásul a tudatos szülői nevelésnek köszönhetően nem csak a magyar népzenéhez, hanem egyébként több más népnek a zenéjéhez is. Egyébként is sokfajta zenét hallgattam gyerekkoromban, de mindig is a népzene és a néptánc és ez a dolog állt hozzám a legközelebb. Aztán ez a klasszikus zongorázás ez egy darabig ment. Mind a mai napig hálás vagyok egyébként azért, hogy azért egy kiskamasz gyereket, egy 9-10 éves gyereket azért noszogatni kell ahhoz, hogy naponta 5-6 órát gyakoroljon, de hálás vagyok azért, hogy ezt a családomat látó öregek, szülők megtették, mert amit én ettől a klasszikus zenei rövidkék is pár évtől kaptam, azt mind a mai napig tudom hasznosítani a zenész pályafutásomban. De hát valamilyen hangszer után szerettem volna nézni mindenképpen. Első körben arra gondoltam, hogy hát milyen jó lenne hegedülni, mint édesapámnak, de hát valahogy úgy éreztem, hogy az már késő, és nagyon, nagyon késő a sikerélményt, és túl sokat. Tehát, hogy könnyebb útnak tűnt a furujázás, és ez valóban így is lett, hogy hamar. Tehát, hogy az olyan hangszer, ami hamar ad sikerélményt, és azért abban az életkorban én voltam akkor, amikor váltottam, az igenis fontos. De az zongora tudásomat is tudom hasznosítani már hangszertechnika, hangszerkezelés szintjén a népzenében is, mert a furia után egy második hangszert is elkezdtem tanulni, és az pedig a tangó harmonika, ami ugye szintén fekete és fehér billentyűkből áll, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor ezen majd játszik könnyedségen, megtanulok a zongora után. Hát ez nem egészen így van, mert ez egy teljesen másmilyen hangszer, mint a zongora, de minden esetre azért közelebb áll hozzám, jobban tudom valahova tenni, mint mondjuk, hogyha egy húros hangszeren kezdenék el tanulni, ami számomra teljesen idegen terem. És hogy jött a képbe a Hodorog András? A Bákó megyei csoda, ami mesemondó, népművelő barátunk. Hát mesemondónak is mesemondó, én alapvetően a hangszeres tudása iránt érdeklődtem már az elejétől kezdve. Hát ugye azt tudni kell, hogy én egy olyan településen töltöttem vidám gyermekkorom tetemes részét, és egyébként lakunk mind a mai napig, vagy most visszaköltöztem oda, vagy ott lakunk, vagy hogy mondjam, ami az egyfőre eső, vagy egy négyzetméterre eső népzenészek és néptáncosok számát tekintve magasan az országos átlagot Kenterbe veri, és ez nem más, mint ugye itt Fejér megyében Tordas, ahol rengeteg népzenész, néptáncos él és működik, nem akarom nagyon történetet a legelejétől kezdeni, az Özönvíz előttől. Ott kezdtünk el moldvai zenekart csinálni egy nagyon kedves barátommal, Kis Krisztiánnal és még egyéb más tordasi barátainkkal. Ez volt a Tűznenge zenekar, ami mind a mai napig létezik. És hát utána mi fiatal gyerekként elkezdtünk táborokba járni. És akkor ott találkoztunk, hát hallottunk ezekről az öreg csángó furujásokról, nem szeretném ezt a szót használni, moldvai magyarok, inkább a csángó az régen egyébként egy ilyen pejoratív jelző volt. Tehát ugye egy moldvai magyar furujások, ugye Legedi László István, illetve
illetve Hodorog András, és hát Tiszadobon a Tündik Tamásnak a moldvai táborában találkoztunk velük először, tehát 14 évesek lehettünk körülbelül, és, de már előtte felvételekről ismertük őket, és akkor egyszer csak megjelent a két öreg reggel, rövid nadrágban, reggeli után, és nagy örömmel oda mentünk hozzá, hogy körbeudvaroltuk őket, hogy hát akkor tessenek valamit muzsikálni, és akkor én emlékszem tisztán, hogy a félövesnek a dallama volt az, hogy eljátszott először Legedi, és utána eljátszott a Hodorog, és abban a pillanatban egyszerűen, mint egy ilyen atombillanás világossá vált számomra, hogy egyébként Legedivel azóta is nagyon jól szoktam beszélgetni, készítettem tőle felvételeket, de Furiát én a Hodorogtól szeretnék tanulni, és akkor András bácsitól tanultam már azon a nyáron is, és onnantól kezdve igyekeztem minél többször találkozni vele, és minél többet elsátítani abból a hihetetlen improvizatív, rögtönző jellegű és elképesztően zenei, kreatív játékból, amit ő játszik. Hát majdnem olyan szinten variálja a dallamokat, majdnem olyan szinten alakítja, folyamatosan élővé teszi, gyúrja a saját frazeológiáját, mint egy jazzzenész, tehát őrületes, amit csinál. Fantasztikus a történet. Én erre mondaná Perje Szomóca barátom, hogy Uramisten, Ági, gyergyói lány bölcsője, hiszen a gyökereid Boncid a Gyergyóba szólítanak, és amikor elindultál ezen a pályán, azt hiszem, hogy nem is lehetett kétséges, hogy feljön még a te napod, hogy a Gerle Madár szerelmével albumból idézzek egy röviden, de és ez egy egyenes út volt, ugye? Igen, én úgy érzem most már, hogy ez egy eléggé egyenes út, ami annak ellenére, hogy ha nevezhetjük úgy, egy pici kitérőt is tett azzal, hogy érettségi után az ELTE-n kötöttem ki angol és néprajz szakon, de tulajdonképpen azért olyan nagyon messzire nem vitt, hiszen a néprajz tudomány megismerése, a népi kultúrának a nagyon mély, sok éven keresztül való tanulása, tanulmányozása nagyon sokat számított természetesen, énekesként is számomra. Ennek ellenére ezzel együtt mindig is egyértelmű volt számomra, hogy az éneklés az, ami a legfontosabb, a legtermészetesebb kifejező mód számomra, és ELTE-s koromban is angol tanulás és néprajz vizsgákra való készülés közben alatt is folyamatosan énekeltem. Már akkor Budapesten elkezdtem különböző együttesekben, zenekarokban közreműködni, egyre több lehetőségem lett fellépni. És amikor elvégeztem az ELTE-t, akkor igazából felmerült a kérdés, hogy most akkor mi lesz belőlem, mi lesz az én kenyérkereső munkám, és akkor döbbentem rá arra, hogy igazából az éneklés az, ami számomra minden szempontból a legfontosabb, és akkor döntöttem úgy, hogy ezen az akadémiát elkezdem, és hát most már lassan a vége fele járok ezen az akadémiai tanulmányaimban, úgyhogy így most már visszatekintve ez azért egy elég egyenes, elég egyértelmű út. Ha hallgatunk benneteket, akkor nekem az ötlik fel először, hogy a tisztaság, természetesség, könnyedség és mindenfajta póz és érzelgősség helyett a tisztaság, tehát, és ez sikert hoz. Tehát tiszta szemek, mosolygó szemek kísérik a fellépéseiteket. Ezért kérdezem, hogy számotokra mi a siker? Siker a szólólemez, a Gerle Madár szerelmével, a Tatros, az Urgó, a Magos, a Tázló együttes. Számotokra siker a Buda Folk Band adott esetben, a Fanfana Komplex, az Ifjú Muzsikás, Amerika. Mi a siker ma egy népzenésznek? Természetesen ezek mind összetevői. Tamás, mi a siker? Minden apró visszajelzés nekem jól esik és sikernek tekintem, akárha egy táncházba zenélünk és utána a táncos oda jön, hogy jaj, de jól húztátok ezt a legényes, jaj, de szeretek a ti zenétekre táncolni, már ez is siker. Az, ha jól érzem magam, és jól esik zenélni, és egy kicsit meg kikapcsolódás élvezetet nyújt, már magam szemében ez is siker. Természetesen színpadon egy műsort előadni, dolgozni rajta, minden siker. Az is, ha látjuk, hogy a nézőknek tetszik, és örömet okoztunk, és
minden egyes. Kimondható, hogy Lukács után szabadon, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen? Amiket az előbb felsoroltál, azok tulajdonképpen zenekaroknak a nevei, formációknak, projekteknek sikeres a nevei. Sikeres zenekarok nevei. Sikeres zenekaroknak a nevei valóban, de ezekkel a zenekarokkal ugye függetlenül attól, hogy éppen melyikünk melyiknek a tagja, rengeteg munka árán lehet különféle eredményeket elérni. Ugye ezeknek a zenekaroknak kicsit mindegyiknek más-más a profilja. Én akármelyik formációba játszom, és én is játszok több olyan formációban, aminek más-más profilja van, akármelyik formációba játszok, én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amit szeretnék elérni, és azt, hogyha elérem, vagy azt, hogyha úgy látom azon az emberen, vagy azokon az embereken, akiknek én játszom, nevezzük őket mondjuk közönségnek. Szóval, hogyha úgy látom, hogy azt el tudtam érni, akkor úgy érzem, hogy az elkönyvelhető egyfajta sikerként. És ez pedig nem más, mint az, hogy én amióta csak élek, ugye rengeteg népzenét hallgatok, a lényemnek a része, hogy hallgassak bizonyos felvételeket, és hát van olyan, amit már nem tudom, több százszor, több ezerszer biztos, hogy hallottam kiskorodat kezdve. És mégis minden alkalommal megmozdul bennem tőle valami, ugyanaz mozdul meg, hogy az embernek egyszer csak fölbegyökerítik a lába, így szétszakad a szíve, és így nem tud ezzel mit kezdeni, hogy lehet valami ennyire jó. És tehát, hogy van egy olyan szintű energia, olyan szintű erő, egy megfoghatatlan erő a népzenében, ami árad, legyen az egy instrumentális dallam, mondjuk Lotaszegről, vagy akár egy keserves, akár egy jó dunántúli dallam. Ez a közös nyelvünk, és olyan ereje van, hogy én igazából csak azt szeretném elérni, és ezt érzem sikernek, hogyha elérem, hogyha az, akinek én ezt játszom, egy pillanatig, hogyha általam át tudja érezni ugyanezt az élményt. Mert azzal őt közelebb viszem a népzenéhez, biztos vagyok benne, hogy ha egy picit is átérzi ezt az élményt, akkor utána tudatosan fogja keresni, hogy még egyszer meghallgassa, még jobban magába tudja szívni, bele tudjon merülni. Másrészt pedig ez egy olyan élmény, tényleg, amit úgy érzem, hogy ez olyan, hogy ezt mindenkinek érezni kell, amit én érzek néha. Tehát ezt mondja a rendszerváltás gyermeke, és mit mond lelkének jobbik fele? Teljesen egyetértek ezekkel a gondolatokkal. Az jutott még eszembe ezen kívül, ezzel együtt ehhez kapcsolódva, hogy az nagyon nagy sikerélmény és öröm számomra, amikor olyan emberektől kapok visszajelzést, nagyon pozitív, nagyon örömteli visszajelzést, akiknek semmi közük a népzenéhez, akik esetleg akkor hallottak először életükben magyar népzenét, és nagyon jó érzés azt megtapasztalni, hogy igenis számukra is hatalmas nagy erőt és nagyon nagy hatással bír ez a zene, annak ellenére, hogy nem ismeri, nem annyira magától értetődő nyelv számára, mint mondjuk nekünk, akik ebben nőttünk fel és ebben élünk. És nagyon sokszor volt szerencsém ezt tapasztalni, hogy olyan emberek jöttek oda hozzám csillogó szemekkel, hogy ez mennyire gyönyörű, amit mi előadtunk. Hogy úgy gondolom, hogy a magyar népzene önmagában, a maga tisztaságában, eredetiségében, természetességében nagyon nagy hatást tud elérni, és igazából mindenki tud vele azonosulni. Egy-egy fellépés, egy-egy stáció bizonyos értelemben, illetve tovább viszem a kérdést, mi mindent kell tennetek a hétköznapokon, hogy egy koncert, egy fellépés valódi ünnep lehessen. És nem csak nektek, hanem az ott ülőknek is. Mondjuk, akik nem whitefülek, akik nem a népzenén nőttek fel, ahogy az imént említetted, hanem köznapi ember, aki beül például ma este feltétlenül, nem egészen bizonyos, hogy mindenki a népzene rabja. Hát nagyon fontos, egyébként hasonlóan bármilyen más zenei előadáshoz, hogy egy körülhatárolható koncepció mentén épüljön fel egy műsor, vagy egy szám, vagy attól függ, hogy mennyit kell játszani. Tehát valamilyen szintű koncepciózusság kell ehhez, mert ez egy ennyire nem kortárs művészet, hogy koncepció nélkül is lehet csinálni, de szóval ez nagyon át kell gondolni először, hogy mit akarunk ezzel közvetíteni, milyen tematikát akarunk, milyen koncepciót, milyen üzenetet, és utána tájegységet lehet hozzá kiválasztani. A legmegfelelőbb dallamokat, tehát azért is nagyon fontos, hogy az embernek a repertoárja, a dallam ismerete az nagyon széles legyen, mert,
mert mindig megvannak a megfelelő melódiák arra, amit az ember éppen leginkább közvetíteni akar, és hát utána azt ugye össze kell próbálni, hogy közösen működjön az egész gépezet, majd pedig megfelelően interpretálni. Hát igazából ez egy olyan recept, ami marha közhelyes volt most a számból, de hát most én igazából erre a kérdésre nem tudok mást válaszolni. Jó, akkor viszont beszéljünk a ma estéről. A ma este az nagyon fontos mindannyiunk számára, hiszen jótékonyságról van szó az adventi vállalkozás ünnepén. Milyen programot állítottatok össze mára? Moldvai adventi és karácsonyi énekeket, dallamokat fogunk előadni, amelyek a Jézus születéséig jutnak el, onnan kezdve, hogy az angyali üdvözlet megszólal, és így ebből szerettünk volna felépíteni témában, szövegben és dallamban egy változatos és nagyon szép összeállítást. No, akkor mit kívánhatnék mást, mint hogy természetesen ezt közvetíteni fogjuk, úgyhogy látni. És hadd idézzek akkor megint Móricz Árpád református lelkésztől, bácskosutfalvai református lelkész. Tavaly így búcsúzott tőlünk, küldetésben járunk, a nagy gondolatokat és üzeneteket próbáljuk a mindennapokra váltani. Úgy fénylik világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsétek mennyei atyátokat. Ezt üzeni nekünk, és ezzel köszönte meg az elmúlt esztendőben mindazt, amit itt a székesfehérváriak, a vajdaságból, délvidékről, felvidékről, Moldvából érkezett barátaink tesznek a jó cél érdekében. Szép estét kívánok mindnyájatoknak, köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták vendégeim. Enyedi Tamás, Salamon Soma és Enyedi Ágnes voltak. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.